Na ez egy újabb Free Fire Ranked videó, amiben folytassuk a pussalást, és ebben a videóban el fogjuk érni a Heroic 5 csillagot. Az első meccsben obszervatóriba jöttem, ahova velem együtt egyenem nem jött, úgyhogy amíg lefájtolok vele, addig elmondanám, hogy a videó végén fogok mondani ilyen újabb tapasztalatokat, meg ilyen dolgokat, amiket észrevettem így a pussalásom során, ilyen kis tipp úgyhogy ha kíváncsiak vagytok azokra, akkor nézzétek végig a videót, és amint látjátok, elintéztük a zenemit. És nem volt valami okos, mert ugyanide szállt vissza, és megint megöltem. Ezután elvittem ezt a kocsit, és elmentem hangár felé olgatni még. Azután észrevettem egy gyenemit, hogy futban hídon, de még nem lőttem rá, ugyanis hát úgyse tudtam volna leszedni, és először én is be akartam érni a körbe, mert például könnyen lefoghatott volna az enemi, akire rálőttem, és így nehezebben tudtam volna bemenni a körbe, de így én is simán be tudok menni. Észrevettem, hogy egy csomó fal van itt, és fájtolnak, úgyhogy oda mentem. Viszont eléggé vicces dolog fogadott, ugyanis két lootbox volt a fájt helyén, ami azt jelenti, hogy valószínűleg megölték egymást. Úgyhogy elhoztam az ingyen lootot. Ezután sikeresen hátba lőttem egy genemit. És egy másik kenemit is sikerült leszedni, akivel fájtoltunk. Azután észrevettem egy genemit, aki futba a körbe, megpróbáltam ledarálni, de sajnos tudott időben falazni. Aztán egy más kenemi hátba lőtte. De én is szerencsétlen voltam, ugyanis valahogy rám látott és sikerült bedarálnia de mindegy is, mert a napi ponttal 50 pontot kaptam, ami tök jó. Ezután Milbe mentem, ahova nem igazán jött senki. Úgy, hogy amint találtam egy fegyvert, lerohantam, hogy megfájtoljak ezzel a zenemivel, aki idejött. Viszont ő nem nagyon akart fájtalni, és elmenekült a motorral. Visszamentem kilútalni milt, és hirtelen rám lőttek. De a kétszer zikumat kihasználva megkerültem a zenemit, és sikerült ledarálnom. Píkolán szűkült a kör, és én már itt vártam, amikor észrevettem egy enemit. Majdnem meg is öltem. Rárassoltam a zenemire, és megpróbáltam megölni, viszont hihetetlen, hogy mennyit kell beledarálni egyes enemikbe. Közben még kárba is lőttek, de legalább a kiltén vittem el. Szóval sajnos ezzel se lett meg a öt csillag. Viszont no problem, mert így legalább az utolsó meccset így le tudom játszani, így live gameplay-be, tehát most menjünk egy meccset, és ezt már nem kommentálni fogom, hanem ugye rendesen fogok játszani. És akkor majd beszélek azokról az észrevételekről, ilyen kis tippekről, amiket tudok mondani. Az első, amiről már volt is szó, de ehhez mindig visszatérek úgymond, mert tényleg egyszerűen hihetetlen ez. Tehát egy szalóban sok könnyebben, vagyis hát konzisztensebben lehet pussalni. Nem hittem volna, hogy ezt, hogy ezt fogom mondani, ugyanis squadba több pontot lehet kapni, illetve nyilván a squad az sokkal jobb a komolyabb pussolásra, ugyanis szinte mindegyik globálos player, aki fent van a top listán, az vagy squadban, vagy pedig duóban pussol, nincs olyan, vagyis hát lehet, hogy van egy-kettő, de nagyon kevesen játszanak csak szolót, és tehát igen, viszont um, úgy mond, hogyha ni nem, nincs annyira olyan csapatod, akikkel fixen, tudsz, mindig ugye, tehát nincsen négy elkötelezett ember, aki tényleg akar pusolni, akkor eléggé négy kézláb lehet csak felfele mászni, és úgymond így pusolni. Tudom, hogy nagyon sokan egyszerűen nem tudnak játszani egy egyedül szalóba, mert unalmas nekik, hogy nem tudom, és akkor mindig duózni, vagy squadozni akarnak. Én ugye már nagyon régóta nem vagyok ilyen player, meg soha nem is voltam. Én szeretek magamnak így egyedül játszogatni, meg ilyenek, hogy csak magamra számítatok, meg ilyenek, szóval csak én úgy mond és én csinálom meg a dolgokat, meg ilyenek. Nyilván nem minden player egyforma, viszont ezt így elmondom egyébként, hogy hosszabb távol lehet, hogy squadba sokkal jobban megéri, viszont szolóban sokkal biztosabban lehet pussalni illetve hogyha mindig tudtok egy top 10-et hozni egy jó pár killel, akkor elég jó pontszámokat is tudtok hozni. És, és tényleg, hát mivel egyedül vagytok, ezért csak magatokra számítatok, és akkor játszottok, amikor akartok, úgy játszottok, ahogy akartok, azt csináltok, amit akartok, és igazából, ja, szóval, hogyha akartok pusolni, akkor mindenféleképpen adjatok egy esélyt a szalózásnak, és már mert a eddig csak squadba meg dóba játszottak, akkor lehet, hogy meg fogtok lepődni majd, hogy milyen gyorsan haladtok csak szolóba, még úgy is, hogy ugye a távileg squadba meg csapatjátékba sokkal több pontot lehetne kapni, mert ugye vannak bónuszpontok is, hogyha híleled a csapattársadat, hogyha felszeded, hogyha visszahívod, szalóba, ugye meg ilyenek nincsenek. És most ide jött egy enemy, és a idő, hogy csak egy ilyen sniper kapok, Jó, ja, oké, okay. meg is öltük. Szóval igen, mindenféleképpen érdemes adni egy esélyt a szolónak, hogyha esetleg eddig nem voltatok szoló plérek, sem ennyire, mert sokkal-sokkal könnyebb egyébként, tehát a playerek sem olyan jók, mint squadban, nyilván mert ugye squadban minden ilyen, Ezek a squadok akik pusztolnak, elég komolyan tolják, meg ilyenek, és egy szeretvedett csapattal nem biztos, hogy annyira ki tudtok állni, tudtok hozni minden meccsben egy, egy szintet, ugye. Viszont szólóban, hogy mondtam, csak te vagy, és te csinálhatod magadnak a dolgokat, te fájtolhatsz magadnak, és egyvégyezni sokkal könnyebb, mint egy mint hogyha egy csomó enem lőne hátba, meg ilyenek, mint hogyha mindig egy minden oldalból lőnének, mindenhova figyelni kéne, meg ilyenek, szóval, ja illetve néha egyszerűen hihetetlen, hogy milyen béren, amikkel is lehet találkozni, úgyhogy, ja. Sokszor nagyon könnyű megölni ezeket a paprika és egy hát pár kill az már bőven elég ahhoz, hogyha lehozzal egy top 10-es helyezést, akkor már igazság bőven megkapda a maximális pontszámot, ugye. Vagyis hát annyi pontot, amire már azt mondja az ember, na, na ez jó volt, 20-30 pont, ugye, ezekről beszélek. De azt hiszem, hogy lehetséges 40 pontot is kapni, mert már velem volt, én egy 41 még ilyen pontokat kaptam napi pont nélkül. De hát nyilván, hogyha egyre fejebb mész, akkor már nem biztos, hogy annyit kaphatsz. De ebből a pár csillagon, nem tudom, hogy most ez még lehetne, de, de mit tudom én, még, még amikor kevesebb csillagon voltam, akkor volt egy 40 pontot kaptam napi pont nélkül egy, egy, egy sima ranked meccsre. A következő tipp az az egyébként, hogy már megmondhatod, előre megjósolhatod, hogy milyen lesz egy szoló ranked meccs a ö, repülőnek a pályájából, vagyis hát, abból, hogy hogyan ugarnak ki az emberek. Ö, mert, mert az elért hogy solo, ugye nagyon gyorsan meghalnak az emberek, ugye első kör se ért véget, de már 20-en huszon elnek, 25-en szezon elején volt egy-két egy nap, amikor tényleg lehetett érezni, hogy azért kicsit komolyabb a szoló is, de, de utána már, már igazság szint ugyanolyan, mint hogyha season vége lenne, vagy a szezon közben lenne, szóval annyira nem annyira érződik, a, hogy a season eleje van. Ugye, a squadban lehet, hogy jobban lehetett érezni, sőt, biztos, ugye, de szolóban annyira nem. Tehát az a lényeg, hogy amikor a a repülő jön, és ugye ott van már egyből a repülő mellett egy nagyobb hely, mint például Mil vagy ilyesmi, akkor olyankor ugye jelző egy stilling kabin, mindig jelz ide, onnan tudjátok megmondani. Tehát, hogy egy nagyobb hely, helyen kezd már a repülő, mint például Mill, és közel van a repülő pályája Millhez, tehát el tudnak odaugrani, és látjátok, hogy a stillin kabin az, az nagyon gyorsan kiűrül, tehát egy csomóan kiúranak a meccselén. Olyankor, hogyha te nem a meccselén ugrasz ki, Ilyenkor körülbelül a meccsnek, a, a mapnak a negyedén már kiugarnak egy csomóan. És ugye ott meg is halnak egy csomóan, akik visszaélednek, azok nem tudnak elugrani olyan messzire, tehát még a mapnak a közepéig se tudnak elugrani, vagy pontodáig. Ott meg már ugye nyilván vannak enemik, akik már fel vannak szerelkezve, tehát akik visszaélednek és visszaugranak, azok nagyobb eséllyel halnak meg, mint akik elmennek a mapnak a végebb végebbi felébe, és ugye el vannak szeparálva azoktól, akik hamar kiugrottak, azok nagyon gyorsan meghalnak, akik a mapnak a végén vannak, azok meg, az, azok meg nagyon könnyen fel tudják magukat lútalni. És hogyha a meccs elén már egy-két kilt, ez már bőven elég egyébként, tehát hogyha most például a top 10 lenne, akkor, már, akkor már tök jó pontszám pluszt kapnánk, ugye, pontszámot, mert hogyha a meccs végén még megölünk egy-két enemit, akkor az még jobb, ugye. De például a meccselén, hogyha jó a helyzeted, elég könnyű enemiket tölni. Nyilván nem mindig jön össze nekem is, mert van, amikor leesek, ugye elkezdek fájtolni az enemivel, egyből behagy, behagy, csatol, és már egyből meghalok, nyilván akkor nekem is újra éledek, és el kell mennem valami nyugisabb helyre. De az a lényeg, hogy amikor nagyon gyorsan kiugornak már a meccselén, akkor már abból el tudjátok mondani, hogy, hogy, milyen lesz az a meccs. Tehát, hogy, hogy nagyon gyorsan fognak-e meghalni, vagy pedig, vagy pedig egy átlagos meccs lesz, de egyébként egy átlagos meccsben is elég gyorsan halnak meg. De ja, kilúttulunk egy arzinált, ugye, ez is volt az egyik tippes videómban, hogy az arzenálból nagyon könnyen, meg gyorsan lehet fullos lútot szerezni, hogy mindenféleképpen megéri ezeket kilúttalni, most elhozom ezt a hármas izét. Tehát igen, a top 10-re kell fókuszálni ö, mindig, már a top 10 beleszámolja, hogy hú, ez már jó a helyezés ennek a playernek, és akkor. Akkor, már, akkor jó pontot kapsz, mert van olyan, hogy 10 vagy, és akkor kapsz ilyen 10-valamennyit, de hogyha top 10 vagy, és csak mindegy, hogy ugyanannyi killed van, mintha top 12-ben lettél volna, de hogy top 12-ben meghalsz, kapsz 10-valamennyit, a top 10-be halsz, meg ugyanúgy 2 kill, akkor 20 pontot kapsz, 20 felett pontot kapsz, ugye? Tehát, hogy ja. amikor pussolsz, akkor mindig lehet, top 10-be végezz, ugye? Na, és a következő ilyen kis tipp, amit így észrevettem, vagy csak volt egyszer olyan, hogy, hogy, így nem akartam, hogy egy enemi meghaljon, tehát ugye a háta mögött így mentem, ha meg akartam kerülni, és akkor így mentem, ugye. Viszont ez így eléggé lassú, és ezt meg lehet gyorsítani, tehát meg lehet gyorsítani azt, hogy hogy úgy menjetek, hogy ne halljanak titeket. És azt úgy, meg, úgy lehet megcsinálni, hogy ugye google -a mentek, és, és akkor spamelitek szpemeni, a felállás gombot, és akkor felálltok, és akkor adtok magatoknak egy ilyen kis löketet, tehát így sokkal gyorsabban fogtok menni, és hogyha megfigyelitek, akkor semmi hangot nem adtok ki. Tehát ezt lehet nagyon gyorsan is csinálni, és akkor, amint látjátok, sokkal gyorsabban tudok így, így menni. Tehát, mint hogyha csak így simán mennék, úgyhogy Úgyhogy, amíg ja, be, belevihettek, hogy kitapasztaljátok, mit, ami egy lépést, ugye, tehát, hogy pont addig, ne, látjátok, lépek, lépek, de egyébként egyből legugolok, és akkor így nem érzékeli, tehát, de nem adok ki semmi hangot egyébként. Szóval ez lehet, hogy hasznos lehet. Nyilván csak pár szituációban, meg nagyon ritkán, meg, meg um, semmikor. Amikor egy csomó rankedes tippet szereztek például, tehát ez, hogy egyébként amikor ott kempelnek, nagyon könnyen meg lehet nézni így, hogy így felnéztek szkóppal, és akkor már tudjátok, hogy itt kempelnek. Ezt a trükköt is nagyon ritkán fogjátok alkalmazni, meg lesz hasznos, de jó, hogyha tudjátok, mert egy, csomószor megmenteti az életetek, úgymond, megmondhatjátok, hogy kempelnek, nekem ilyenek, és most jön egy enemi, és kicsit figyeljünk, és rám szűkült kör, a legjobb helyen vagyok kb. Úgyhogy, úgyhogy nagyjából ennyit lettek volna ezek a tippek egyébként, és még annyi, hogy ugye csak a hogy unatkoztok szolóban meg ilyenek. Hát ne, ne, így értek azt, hogy én is, amikor eh, játszok, mindig itt ülök, és akkor így figyelek a játékra, hogy úristen, most mi történik, most nagyon oda kell figyelnem, nem. Sokszor egyébként, hogy szolóba pussolok, eh, nagyon sokszor órákig szoktam nézni, hogyha többet játszok, közben megy valami egyébként, egy más eszközön, vagy hogyha nektek olyan tévétek van, hogy megy rajta a YouTube, vagy valami sorozat, vagy film, vagy, vagy egy gépen néztek valamit közben, vagy tabletem, vagy egy másik telefonon, tak, mindegy. Játszás közben, pusolás közben nyugodtan tudtak valamit nézni, mert már nem annyira nehéz pusolni egyébként, tehát tényleg megöltek egy-két embert, azt mi utána már egy csomó pontot kaptak meg ilyenek, szóval, nem is olyan nehéz már az egész, szóval nyugodtan, nem, már nem az van, mint a régi rankit, hogy úristen, most nagyon jól kell megcsinálnom, és még akkor is csak ilyen plusz 10 pontot kapsz. most már sokkal több pontot kapsz, ugye, meg ilyenek, meg sokkal könnyebb. De nyugodtan közben akármit, nagyon hasznos dolgokat is nézhetsz. Tehát én is megnéztem már, hogy egy, egy jó pár interjút, Mr. Beast-tel, meg ilyenek, hogy milyen tippeket adna, meg mit tudom én, meg, valamikor még iceberg-et néztem, abból is egy csomót, és azok is tök érdekesek voltak, de, de bármit még tanulni is tudtak kezdve, vagy akármi. És én ezt már rendesen kifejlesztettem, hogy, hogy néha az egyik fülesem be van dugva, vagy hallgatom a játékot, hogy hallok el, nem itt meg ilyenek, a, a másik fülesem meg ki van húzva, hogy halljam, hogy, mit, hogy jobban halljam, hogy mit beszélnek, vagy, hogy, hogy, mi van ugye ott a másik, micsodába. Szóval ja, látjátok, top 3, semmit, nem kellett megerőltetni magamat, leszettem két olyancsit a meccselén, most meg vagy megnyerik a meccset, vagy nem. És igazából már megkaptuk a maximális pontszámot, szóval ja. Hopp, ott egy enemy, akit hátba is tudunk lőni. Na nézzük, mi volt ebbe, hoppá, hoppá, a legjobb, a legjobb fegyver. Mármint darálásra, Szerintem ezt évként meg is fogom nyerni, mert mind a két teleminek eléggé a Elsőnek ezt kéne szétdarálni. Viszont várjuk itt a dropnál sokkal jobb lenne. Jó, ezt hátba daráljuk. Az most jön be, Jó. És ennyi igazság szerint. Tehát meg is nyertünk egy meccset. Ez. Szóval, ja, mint teljesen nem kell komolyan venni, meg ilyeneket simán lehet meccseket nyerni, meg killeket is szerezni. Nézzétek, mert 40 pont napi pont nélkül. Tehát nem annyira nagy cucc, naponta több száz pontokat pussolni, ahogy már volt is erről egy tippes videóm. Tehát, tehát, ja. Úgyhogy igen, viszont ez tényleg tök hasznos, mert tényleg így, így tényleg, hogyha akartok pussolni, meg ilyenek, úgymond komolyan vesztek magatokat, meg kitartók vagytok, akkor nem, nem kell mindig unatkozni, hogy én most pussolok, és akkor most csak a játékra figyelek, nem. Szerintem tök hasznos tipp, hogy közben nézhettek akármit, meg ilyenek, tehát, ja. Úgyhogy remélem, hogy tetszett a videó, meg tényleg hasznosnak találtátok, ha igen, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, hagyjatok egy kommentet, és hogyha még nem voltok feliratkozva, akkor fel is hogy hogy a több ilyen videóról kapjuk kertesítést, meg ilyenek. Na, szavaztok!